Most lássuk, hogyan működik a tavaly már nagy sikert arató strandkönyvtár a Szabadstrandon. Kint vagyunk a tiszafüredi Szabadstrandon, mellettem ül Prinyi Tünde, könyvtár igazgató, illetve gyermekkönyvszállás, és annyi mindent tudunk már róla tűnni. Második alkalommal vagytok kint, mi a tapasztalat? Csupa jó és szép? Így van, csupa jó és szép. Tavaly kezdtük el, júliusban 2 hétig, és a nagy siker, hát megbuzdítottak, biztattak bennünket, és most az idén 2 héttel meghosszabbítottuk, tehát egész júliusban megtalálhatóak vagyunk itt a strandon is, és odabent is. Mi a jellemző, milyen könyveket szoktak javarészt kölcsönözni? Egyáltalán mi ennek a menete? Hát olyan kb. 100 kötetet hoztunk ki, válogatva a könyvtári állományból, vegyesen gyerekkönyveket, azok nagyon népszerűek, a Mimi Csoda sorozat, tehát vannak ismeretterjesztő könyvek is, meséskönyvek legújabbak is és régebbiek is, és a felnőttek számára meg főleg a krimi, a romantikus és a humoros irodalmat választottuk. Azt gondolom, hogy nyilván nem a lexikonokat cipeltétek ki, tehát nem a nagyobbakat, de mi az, ami alapján válogatjátok a könyveket, tehát tudjátok-e cserélni? Igen, tehát a mi elgondolásunk alapján, tehát amit egy ilyen egy nap, tehát reggeltől estig el tudnak olvasni, tehát valóban nem egy nagy vastag köteteket hoztunk ki, tehát többféle könnyedebb, szórakoztatóbb műfej, de a szép irodalmi művek is. Volt olyan olvasó tini lányok, akik kifejezetten például verseket kértek. Figyelünk az olvasó igényre, és azt mondjuk, hogy jó, legközelebb, másnap, ha még itt van, akkor behozzuk. Tehát hiszen mindenkinek az igényére nem tudunk így egyszerre, de ha valaki idejön és azt mondja, hogy ő szeretne ilyen könyvet, most például az aranycsapatról kérte volna, hát ilyet magunktól nem hoztunk ki. De mondtam, hogy ha még itt van, jöjjön el, és holnapra már meg lesz az aranycsapatról a könyv. Nagyon jó a visszhangja, amit én hallottam arról, hogy ez egy csoda, ez egy különleges dolog. Neked a kollégáid hogy élik meg ezt, vagy te jó magad, hiszen a nyarat azért mégsem a 4 fal között kell töltenetek. Tulajdonképpen olvasó is jól érzi magát, és mi is, tehát nekünk is ez egy picit könnyedebb, szabadabb, másabb, tehát nem a 4 fal között vagyunk, hanem mégis szabad levegőn, tehát számomra is jó, munkatársaim számára is, és tényleg mindannyiunknak ez egy kellemes élmény. Nagyon tetszik, hogy folyóiratok is vannak, és a régi nők lapja, a lakáskultúra, tehát National Geographic, ezeket meg lehet találni, ide leülnek, és akkor, ja. Tehát ide jönnek, leülnek, és akkor... Igen. Olvasgatnak, tehát legfrissebb új számok is vannak, és régebbiek is. Nem érdekes egy National Geographicnál, hogy az esetleg egy régebbi szám. Leülnek, vagy keresztrejtvényt fejtenek, egy prédet kiraktunk a gyerekeknek. Általában itt helyben használják jobban, tehát statisztikát, ilyen jellegűt még nem is csináltunk, de elég sokan kölcsönöznek is, de sokkal többen ülnek, helyben használják, tehát néhány percet itt vannak. Volt olyan gyerek, aki itt elolvasott egy egész regényt, egy Nógrádi Gábor könyvet, egy 10 év alatti gyerek, nagyon nagy örömömre, a szülő örömére is, ő addig nem ment sehova, még azt a könyvet el nem olvasta. A kicsikre gondoltatok, azt láttam, hisz pléden, jó kis párnák, ahogy azt megszoktuk nálatok a könyvtári környezetben, és a nagyobbaknak is, színes ceruzákkal foglalkoztatjátok is őket, vagy a szülőre bízzátok? Attól is függ, igen, tehát mi kollégák, mikor melyikünk van itt, és mikor melyikünknek van úgymond valamihez tehetsége. Most olyan kollégával vagyok itt, aki a bábozást vette igénybe, és közben együtt rajzolt a gyermekkel. De lesz olyan munkatársam, aki majd hajtogatni segít. Tehát mikor kinek milyen ambíciója, milyen egyénisége, képessége van arra, hogy... De az mindannyiunknak egyformán, hogy a gyerekek mellé szívesen leülünk, játszunk velük. Másfél éves például már visszatérő kis vendégünk, szereti kirámolni a könyves kocsinkat, mert tulajdonképpen rájött, hogy ezt tologatni is lehet, és érdekes módon leköti a könyv, és ez jó dolog. Itt azért annyira az elektronikát nem tudjátok behozni, vagy a regisztrációt, mennyire nagy felelősség ez, hogy most valaki kivisz egy könyvet, hogy féltek, hogy nem hozza vissza, vagy történt-e egyáltalán ilyen?
Jó kérdés. Megmondom őszintén, volt ilyen jellegű félelmünk tavaly, amikor megnyitottuk. Nincs ilyen gond. Tehát aki kikölcsönzi, tehát főleg helyben használat, aki kikölcsönzi a könyvet, elkérünk tőlük ingyenes a használat, de elkérünk néhány adatot, visszahozzák a könyvet, hál' Istennek. Tehát, és most már nyugodt szívvel adjuk oda, általában este 5-re visszahozza, ha nem, akkor másnap. Ha véletlenül már bezárunk, mert rossz idő volt, vagy kicsit később, akkor is megtalálja a módját. Tehát ennek nagyon örülünk, visszakerülnek a könyvek. Akkor, hogyha tudjátok, hogy ki honnan jött az adataiból, lehet-e azt tudni, hogy milyen arányban vannak esetleg úgy SAC per KB fürediek, illetve itt nyaralók? Jó a kérdés. Nagyon sok füredi megállt itt nálunk, és leült, és olvasgatott helyben használt. A fürediek azért, ma volt egy kölcsönzőnk füredi is, de mondta, hogy ő régebben járt is a könyvtárba, és nagyon örül, hogy itt most akkor újra. De elsősorban ők helyben használók itt. A Miskolcról, Egerből, Dunakesziről, Budapestről is vannak, és ők kölcsönöznek. Elviszik ide a partra, és aztán később visszahozzák. Ettől függetlenül biztos van, aki kedvet kap, hogy most iratkozzon bent. Bent is tartjátok a frontot, hiszen ott is, ha jól tudom, zajlanak az események. Így van, oda bent is vagyunk. Most külön gyerekprogramot azt tehát ott bent nem csinálunk, ez itt van kint. Tehát külön gyerekfoglalkozás, akik ide jönnek. Bent is tartjuk, és ott is be lehet iratkozni, és járnak is, tehát szerencsére örülünk neki. Egészen júliusban nyitva is leszünk, majd augusztusban lesz néhány hét, amikor a szabadságok kivétele miatt majd zárva tartunk. És amiért érdemes hozzátok menni majd a szabadságok után, arról mesélj egy pár szóban. Most azt kell mondjam, hogy rendszeressé vált a könyvvásárlás, könyvbeszerzési keretünk tulajdonképpen két havonta vásárolunk a legújabb könyveket, meg tudjuk venni. Arányosan mindig a felnőtt és a gyerek könyvekre is figyelünk, és itt azért nagyon fontosak az olvasói igényeink, hiszen az olvasó mondhatja a kívánságát. És ha az egy olyan könyv, amit mások is elolvashatnak, mi ezeket a könyveket megvesszük, és aki kérte, önnek lesz a joga, hogy először elolvashassa. És ezt nagyon élvezik az olvasóink. Még valami az adományozások korát éljük. Mennyire jellemző az, hogyha valaki megvesz egy bestsellert, egy könyvet, elolvassa, és akkor nektek adományozza, vagy mennyire számítotok ti erre? Elfogadjuk. Tehát, és ennek örülünk, örülnek az olvasók is, akik ezt nekünk ajándékozzák, hiszen tényleg vannak olyan könyvek otthon, amitől nem szívesen válunk meg, hiszen többször el akarjuk olvasni, de vannak olyan könyvek is, amely talán egy könyvtárban jobban helye van, és ezt nekünk ajándékozzák. Időnként ugye szoktunk kiárusítani könyveket selejtezett könyvekből, illetve olvasói ajándékokból, amit állományban nem biztos, hogy beviszünk mindet, mert nekünk is van, de ide is hoztunk a strandkönyvtárba ajándékkönyveket is, de új könyveket is, és azt gondolom, hogy ez jó az olvasónak is, nekünk is, hogy fogadóképesek vagyunk arra, hogy ne olyan helyre kerüljön a könyv, ahol nem becsülik meg. Tehát a nyárra mindenkinek azt ajánlom, hogy strandoljon, kapcsolódjon ki, ehhez hozzásegít az olvasás is, és hát a tündéjéknek ez a nagyszerű találmánya, strandkönyvtár. Nagyon örülök, hogy itt voltunk, és sok sikert és kitartást kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük!